Mi magyarok. A magyar delfin Hajós Alfred. A magyar olimpia történet első hőse, aki két győzelmet aratott 1896-ban Aténban az első modern kori játékokon. Pedig nem volt könnyű dolga. A 18 éves műegyetemista itthon a rudas, 27 fokos termálvizében edzett, majd április 11-én a Zea öböl 10 fokos sós vizében versenyzett. Vadul nekivágtam a húsba vágó hideg víznek, írta visszaemlékezésében hajós Alfred, aki fagyúval bekenve védte a testét. Száz méteren, egy testhossz előnyel, egy perc, huszonkét másodperces idővel csapott célba. Tiszteletére felhangzottak a Gotterhalte első akkordjai, de a magyarok leintették a zenekart és elénekelték a himnuszt. Egy óra múlva rajtolt az 1200 méter mezőnye. A nyílt tengeren egy gőzös fedélzetéről pisztolylövésre indultak a versenyzők. Hajós nagy különbséggel nyert 18 perc 22 másodperc alatt. A másnapi göröglapok magyar delfinnek nevezték kétszeres olimpiai bajnokunkat, és a hazai sajtó sem fukarkodott a dicsérettel. Itthon százak fogadták a keleti pályaudvaron. A korban szokásos órand sportsman volt. Versenyzett atlétikai számokban, játszott a magyar labdarúgó válogatott első mérkőzésén, majd később szövetségi kapitánya lett nemzeti csapatunknak építészként is rendkívül sikeres volt. Pozsonytól Kolozsvárig számtalan középületet tervezett. Legismertebb művei között említhetjük a Debreceni Aranybika szállót, az Újpesti futballstadiont és a Margit szigeti sportuszodát, amely ma az alkotó nevét viseli. Az 1924-es Párizsi Olimpia művészeti versenyében Hajós Alfred ezüstérmet nyert Lauber Dezsővel közös stadion a műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Nonprofit Kft. készítette.